Adózói minősítés. A NAV megkülönböztet majd megbízható, normál, illetve kockázatos adózót. Ezek alapján kaphatnak majd az érintettek kedvezményeket, illetve szigorúbb bírságokat. Embercsempészek rendőrkézen. Összesen 20 gyanúsítottat fogtak el a rendőrök Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, egy frissen lezárt nyomozás adatai szerint. Országos ellenőrzés. Még mindig kevesebben használják a biztonsági övet Magyarországon az uniós átlaghoz képest. Ezt is ellenőrzik most a rendőrök a TISZPOL akció keretében. Mintegy 30 ezer adózót minősít az adóhatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkülönböztet majd megbízható, normál, illetve kockázatos adózót. Ezek alapján kaphatnak majd az érintettek kedvezményeket, illetve szigorúbb bírságokat. A NAV először a 2016 első negyedévre vonatkozó adatokat vizsgálja. A hatóság elsősorban az adóbevallások alapján veszi górcső alá az adózókat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal még februárban tette közzé az idei év ellenőrzéseinek főbb szempontjait, irányait. Kiemelt figyelmet fordítanak a közúti áruforgalom ellenőrzésére, az online pénztárgépekre, az internetes kereskedelemre és az adózók minősítésére. Utóbbi alapján három adózói kategóriát különböztetnek majd meg, ezután lehetnek normál, megbízható és úgynevezett kockázatos adózók is. Kockázatos adózónak minősülnek azok az adózók például, akik rendszeresen elmulasztják a bevallások benyújtását, a járulékok befizetését, illetve egyéb adózói magatartások be nem tartását, valamint a szabályok folyamatos elmulasztását, illetve a szándékosság is természetesen itt nagyon nyom alatba. A kockázatos adózókra szigorúbb szabályok érvényesek mind a bírságok, mind az adóellenőrzések tekintetében. Az adóhatóságnak ezzel központi célja, hogy jogkövető legyen valamennyi adózó. Az úgynevezett normál vagy megbízható adózók pedig akár kedvezményben is részesülhetnek, például a minősítés után, ha a kötelezettségüket elmulasztják, vagy valamelyiket hibásan teljesítik, a NAV nem szankcionál egyből, hanem felhívást, felszólítást küld az adózónak. Az adózóknak március 31-éig van lehetőségük kijavítani az esetleges mulasztásaikat, illetve a befizetéseiket megtenni, hiszen március 31-től fog élni ez a minősített adózói adatbázis rendszer. A NAV először a 2016 első negyedévre vonatkozó adatok alapján elsősorban az adóbevallások alapján veszi górcső alá az adózókat és adja ki a minősítést. A tervek szerint a nyilvántartást negyedévente frissítik majd, tehát egy-egy adózó minősítése időszakonként változhat, az ellen pedig kifogást is lehet majd emelni. Összesen 20 gyanúsítottat fogtak el a rendőrök embercsempészet miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, egy frissen lezárt nyomozás adatai szerint. A bűnszervezet 2014 nyarától a jobb élet reményében Európa felé igyekvő, többnyire afgán és szír menekültek ukrán-magyar határon történő átjuttatását segítette. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság migrációs ügyek osztálya embercsempészés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, miután 2014. október 27-én napközben a Záhonyi rendőrkapitányság járőrei 10 afgán állampolgárt találtak egy erdőben Mándok környékén. A jogszerűtlenül hazánkban tartózkodó külföldiekkel szemben idegenrendészeti eljárás indult, melynek keretében valamennyien menekült státuszt kértek. A nyomozás során a migrációs ügyek osztálya összehangolt intézkedéssorozatot hajtott végre, együttműködve a Záhonyi és a Barabási határrendészeti kirendeltségek, valamint a Záhonyi rendőrkapitányság munkatársaival. A nyomozók előtt hamarosan egy több tucat tagból álló bűnszervezet rajzolódott ki, amiben jól elkülöníthetővé vált az egyes tagok szerepe, feladatköre. A széleskörű adatgyűjtés eredményeként a rendőrök 2014. október 8-án elfogtak és őrizetbe vettek 6 mándoki férfit, akit a beszerzett adatok alapján az illegális határátlépéshez pénzért segítséget nyújtottak.
A megalapozott gyanú szerint a bűnszervezet vezetője 2014 nyarától nagyfokú körültekintés mellett összesen 8 alkalommal szervezte le a jobb élet reményében Európa felé igyekvő többnyire afgán és szír menekültek ukrán-magyar határon történő átjuttatását. A nyomozás során a gyanúsítottak köre tovább bővült, mivel a beszerzett információk szerint egyes elkövetőknek fegyvere volt, ezért 2014. október 15-én hajnalban a szabolcsi nyomozók felkeresésére a terror elhárítás központ műveleti csoportjai segítséget nyújtott az elfogásokban. Összehangolt akcióban egyszerre 7 helyszínen csaptak le a rendőrök, a TEK mellett a főkapitányság mélységi ellenőrzési és közterületi támogató osztály Jonatán csoportja és a migrációs ügyek osztálya nyomozói összesen 8 feltételezett elkövetőt fogtak el. A házkutatások során a rendőrök gázriasztó pisztolyokat is lefoglaltak. A beszerzett információk alapján egy 27 éves ukrán férfi ellen is körözést adtak ki a rendőrök. Őt 2014. október 17-én a Tiszabecsi határátkelőn fogták el, majd őrizetbe vették. A nyomozók az eljárás során még további 5 szemét hallgattak ki gyanúsítottként. A megyei rendőrfőkapitányság migrációs ügyek osztálya a bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett embercsempész és büntet elkövetésének megalapozott gyanújával folytatott nyomozást befejezte, és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte az illetékes ügyészségnek. Egyre többen kötik be magukat, a közlekedők több mint 75%-a használ biztonsági övet, derül ki egy felmérésből. Ez azonban még mindig elmarad az uniós átlagtól, ráadásul a hátsó üléseken utazók alig fele köti be magát. Ezt is ellenőrzik most a rendőrök, ugyanis újra országos TISZPOL akció van mától március 18-áig. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, TISZPOL műveleti csoportjának van egy akcióterve, ennek alapján most 3 napos úgynevezett seatbelt ellenőrzést tartanak Európa szerte, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A rendőrök a passzív biztonsági eszközök, például a motorosoknál a bukósisak, az autósoknál pedig a biztonsági öv használatát ellenőrzik a napokban. Bár Szabolcs megyében 2015-ben az előző évekhez viszonyítva csökkent a balesetek, ezen belül a halálos balesetek száma is, mégis nagyon fontos, hogyha mégis bekövetkezik egy baleset, az minél kevésbé legyen súlyos, vagy nagyisten végzetes kimenetelű, és a passzív biztonsági eszközök pont ebben segítenek, amennyiben használják őket, akkor jóval kevésbé lesz súlyos a baleset kimenetele. A biztonsági öv használatáról számos tanulmány és statisztika született az elmúlt években, ezekből az derül ki, hogy az úgynevezett 3 pontos biztonsági övet használók közül közel 60%-kal kevesebben sérülnek meg a balesetek során, mint az övet nem használók. 10 éve volt a Kígyó utcán, frontálisan belém jöttek, tehát akkor is be volt kötve a biztonsági öv, szerintem az foghatott meg, tehát az ütődéstől magától. De tehát nekem az az első, hogy beülök, akárhol vagyok, első bekapcsolom a biztonsági övet. Magyarországon egy 1976-os rendelet az akkori új KRESZ vezette be a biztonsági öv kötelező használatát a személygépkocsik első ülésein. Azóta már változott a szabályozás, minden esetben elől és hátul is kattannia kell az övcsatoknak. Én beszoktam kötni, de hál' Istennek még nem történt olyan a családban, legalábbis ismerési körben, ami a baleset következtében esetleg úgy történt, hogy rosszul lett, vagy sérülés kapott, mert nem volt bekötve. Tehát nem. Érdemes bekötni, tehát mindenkinek azt ajánlom. TISZPOL-os akció ma Mátészalkán volt, azonban további településeken várható ellenőrzés március 18-áig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Mától lehet pályázni a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásra. A felhívás szerint a támogatás maximális mértéke a megfizetett éves nettó biztosítási díj 65%-a lehet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a jég és viharkárok jelentik a legnagyobb veszélyforrást a mezőgazdaságból élők számára, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tavaly az aszályos időjárás is jelentős károkat okozott a földeken. Az újonnan meghirdetett pályázati felhívás alapján 2016-ra mintegy 4 milliárd forintra nőtt a rendelkezésre álló díjtámogatási összeg. Ennek oka, hogy a korábbi 3 milliárd forintos támogatási keretet több mint 1 milliárd forinttal túligényelték a gazdákat tavalyi évben.
A támogatás az március 16-ától június 9-ig igényelhető a gazdák részéről. A 2016-os évre egy 4 milliárd forintos keret van megállapítva. Ugyanúgy, mint a tavalyi évhez hasonlóan 7 alapfedezet lesz, ami plusz ki lesz egészülve egy őszi fagykára. A 7 alapfedezet az a tavaszi fagy, téli fagy, aszály, árvíz, tűz, jég és viharkár. Egyre több termelőköt biztosítást, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő fedezet a bajban. 2015-ben országosan több mint 2000 kárbejelentés érkezett az Allianzhoz. A legtöbb kárt a jég miatt szenvedték el a gazdák, de sokaknak az aszály okozott terméskiesést. Legjellemzőbben a tavaszi fagytól, a vihartól, jégtől, illetve az aszálytól félnek a gazdálkodók. Tavaly évben is ezekre a károkra volt legjobban, vagy legnagyobb mértékben kárkifizetésünk. Itt tavalyi aszályos időszakra viszonyítva inkább ebből volt a számottevő kárkifizetés. Amennyiben a díjtámogatásra benyújtott igények meghaladják a rendelkezésre álló 4 milliárd forintos keretet, az eredetileg 65%-os támogatás összege arányosan csökken. Már látogathatók a betegek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházban. A megyében folyamatosan csökken az influenza-szerű tünetekkel kezelt betegek száma. Ezért a 2016. február 13-a óta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházban az utóbbi hetekben már csak részleges, néhány osztályra kiterjedő látogatási tilalom feloldása mellett döntött az intézmény vezetése. A korlátozások feloldása március 16-ától, azaz mától érvényes. Lego kockákból kirakott képeket állítottak ki a veselényis diákok Nyíregyházán. A nem mindennapi alkotásokat a folytatásban láthatják, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. 2-0-es győzelmet aratott a Cegléd ellen a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó NB3 22. fordulójában. Így Mátyos János együttese továbbra is 3 pontos előnnyel áll a keleti csoport tabellájának élén. A Spari szombaton a második helyezett Cegléd otthonában lép pályára. 45 szakember vett részt Nagyecseden a Szatmár Ferencvárosa utánpótlás program 10. edzőképzésén. A 2 évvel ezelőtt elindított kezdeményezés célja a határon átnyúló civil kapcsolatok erősítése és sportszakmai együttműködés kialakítása, valamint a résztvevő klubok kézilabda utánpótlásának fejlesztése. Lego kockákból kirakott op art stílusú képeket állítottak ki a veselényis diákok Nyíregyházán. A fiatal alkotók a Deadpool mozifilm kapcsán is készítettek egy képet, amelynek egy darabját a Deadpool képregények egyik fő rajzolójának elküldték Amerikába, ő pedig dedikálva visszaküldte az összeépített kockákat. A diákok a kézjeggyel ellátott darabot is beépítették a képbe. 13 ezer Lego kockát és 75 munkaórát vett igénybe ennek a James Dean-t ábrázoló képnek az elkészítése. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Veselényi Miklós Középiskolája, szakiskolája és kollégiuma Teker csoportja még 2014-ben alakult, azóta foglalkoznak ezekhez hasonló képek készítésével. Jelenleg 9 főből áll a csapatuk. Egy előző projekt maradványaiból, megmaradt kockáiból kezdtünk el építkezni, aztán úgy vettem észre, hogy a srácok nagyon élvezik ezt az építést, és egyre kreatívabbak voltak, úgyhogy ezt a folyamatot az iskola engedélyével, illetve a Lego segítségével tovább tudtuk folytatni. Eredetileg 6 kép készült el, ezek most mind itt láthatók, ezek még a tavalyi év folyamán készültek, de az idén már újabb képeink is készülnek, amelyek most állnak keretezés alatt, és céljaink szerint ezeket is majd ki fogjuk itt állítani. A csapat vezetője szerint nem csak a kézügyességükre van jó hatással a legózás, fejlődtek a diákok egyéni és társas kompetenciái, valamint a tanulmányi eredményük és magatartásuk is javult. A csoport megalakulása óta összesen már 1100 munkaórát dolgoztak a diákok, főleg szabadidejükben. Általában ilyen 8-9 óra, ameddig egy ilyen kisebb képet elkészítünk, 4-5 óra is van, amikor egy még kisebb képet elkészítünk. Ez az egész általában úgy szokott indulni, hogyha valamelyikünknek eszébe jut egy ötlet, hogy ezt ki lehetne rakni Legóból, megtervezzük együtt közösen, utána iskola utáni szabadidőnkben együtt közösen kirakjuk. A képek elkészítésében van, amikor minden diák részt vesz, de akad, amikor egy-két fő dolgozik vele. A kiállított alkotások közül ez a kép a diákok kedvence, amely egy képregény hőst ábrázol. Körülbelül olyan, szerintem olyan 40 óra körül lehetett az elkészítés. Hát onnan indult, hogy csináltunk előtte egy ilyen kisebb verziót, csak hogy most kijött a film, így gondoltuk, hogy csinálunk egy másikat.
és hát megbeszéltük a hivatalos Deadpool festővel, Rayleigh Brown-nal, az amerikai képregényíróval, hogy megcsinálnánk ezt a képet. A diákok az akkor még épülő kép egy darabját küldték el a képregényírónak Amerikába, aki az dedikálva küldte vissza nekik, így utólag tudták beilleszteni a már elkészült alkotásba. Kettőnullás győzelmet aratott a Cegléd ellen a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó NB3 22. fordulójában. Így Mátyus János együttese továbbra is 3 pontos előnnyel áll a keleti csoport tabellájának élén. A Spari szombaton a második helyezett Cegléd otthonában lép pályára. A debreceni kupa visszavágón elszenvedett 5 gólos vereséget követően a bajnokságban Jászberényben kapott ki 2-1-re a Spari, így a Tiszaújváros elleni hazai meccsen csak a győzelem volt elfogadható Mátyus János együttese számára. A tabella utolsó előtti helyezettjeként érkező vendégek 70 percig tartották magukat, de a nyíregyháziak végül Harsányi 2 góljával otthon tartották a 3 pontot. Minden győzelem nagyon fontos, de most különösen jó esett az, hogy ilyen magabiztos győzelmet arattunk, hiszen egy elég kemény hetünk volt előtte. 2 úgymond hát kevésbé sikerült mérkőzéssel, köztük egy kudarccal, ami Jászberényben ért minket. De hétvégén már újfent úgy játszottunk, ahogy korábban, és hál' Istennek nyertünk, és nagyon-nagyon szép győzelmet arattunk. Boldog voltam valóban. A Tiszaújváros ellen duplázó, télen érkező Harsányi Zoltán eddigi 5 tavaszi bajnoki meccsén 5-ször volt eredményes. Minél többet akar egy csatán lőni, úgyhogy itt tényleg nincs minimum vagy maximum. Az a lényeg, hogy tényleg a csapaton szerettem volna, és remélem, hogy be is bizonyítom, hogy tudok segíteni. Az NB3 keleti csoportjának tabelláját a Nyíregyháza Spartacus vezeti 55 ponttal, megelőzve az 52 pontos Ceglédet. A Spari szombaton a második helyezett otthonában lép pályára. Minden ellenfelünk az évmérkőzését játsza ellenünk. De most ez számunkra is roppant fontos, hiszen a második helyzettel játszunk. Általában az edzők óckodnak attól, hogy kijelentsék, hogy sorsdöntő meccs, meg nagyon fontos meccs, meg mindent eldöntő mérkőzés. Nem erről van szó valóban, de úgy érzem, hogyha nyernénk, már pedig nyerni szeretnénk, akkor hatalmas lépést lennénk a bajnoki cím felé. Onnantól kezdve van nehéz még egyszer szerintem megfogni, de a mérkőzés végét még várjuk meg ezzel. A másik megyebeli NB3-es csapat, a Nyírbátor, a legutóbbi fordulóban 0-0-ás döntetlent játszott a Jászberénnyel, és az így szerzett 1 ponttal elkerült a tabella utolsó helyéről. A bátoriak szombaton épp az általuk megelőzött Tiszaújváros otthonában lépnek pályára. 45 szakember vett részt Nagyecseden a Szatmár Ferencvárosa utánpótlás program 10. edzőképzésén. A 2 évvel ezelőtt elindított kezdeményezés célja a határon átnyúló civil kapcsolatok erősítése és sportszakmai együttműködés kialakítása, valamint a résztvevő klubok kézilabda utánpótlásának fejlesztése. A Szatmár Ferencváros a női kézilabda utánpótlás program 2014. augusztusában indult el Fehérgyarmat, Mátészalka, Nagyecsed és Szatmár Németi részvételével, azzal a céllal, hogy a történelmi Szatmár területén egységes képzést kapjanak a legfiatalabb kézilabdázók. Napjainkban már 29 településen 45 edző foglalkozik több, mint 857 és 8 éves kislánnyal. Ha csak a számokat nézzük, már akkor is azt kell mondjam, hogy egy egyedülállóan prosperáló projekt, de mivel hogy ez egy történelmi Szatmárt átfogó, tehát mind a két oldali Szatmárt átfogó projekt, ráadásul megfejelve a Ferencváros szakmai hátterével, mert ki kell emeljem azt, hogy Elek Gábor úr, aki most ráadásul nem csak a Fradinak, hanem a magyar női kézilabda válogatottnak is vezetőedzője lett az Ambros Martinnal és a Beával, felvállalt ennek a projektnek a mentorálását, a szakmai mentorálását. Tehát én úgy érzem, hogy sok szempontból egy egész Európában egyedülálló projekt, és jó úton vagyunk. A Ferencváros utánpótlás igazgatója, a játékosként olimpiai ezüst és bronzérmes Kökény Beatrix szerint a programnak köszönhetően ismerték meg a határon túli csapatok a legkisebbek által játszott szivacs kézilabdát. A határon innen lévő edzők ugye komoly tapasztalattal rendelkeznek, hál' Istennek ők régóta foglalkoznak szivacs kézilabdás korosztállyal, tehát nekik hál' Istennek csak egy-egy tanácsot kell adni, ők nagyon jól képzettek, és már régóta művelik ezt a részt. A határon túliak viszont teljes újdonsággal néztek a szivacs kézilabdára, ott igazából testnevelő tanárok karolták föl ezt a programot, úgyhogy ott nekik minden információ új és fontos. A Ferencváros edzői által tartott gyakorlati bemutató segítségével a sportág legújabb edzésmódszereit ismerhették meg a jelenlévő szakemberek. A kézilabda élet ezáltal a program által mindenképpen fellendült, mert
eddig 4.-5. osztályban tudtuk elkezdeni ezeket a felkészülő gyerekekkel, most már előkészítő első más osztályban, tehát 7-8 évesen is elkezdjük a gyerekekkel a kézilabdát, és hosszú távon bízunk benne, hogy ennek a programnak is köszönhetően gyümölcsöző lesz, és sok több sikert érhetünk el, mint az eddigiekben. A Szatmár Ferencváros a program következő állomásán április első hétvégén a romániai mezőfényen 30 szivacs kézilabda csapat részvételével rendeznek majd tornát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Mintegy 30 ezer adózót minősítenek hamarosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkülönböztet majd megbízható, normál, illetve kockázatos adózót. Ezek alapján kaphatnak majd az érintettek kedvezményeket, illetve szigorúbb bírságokat. A NAV először a 2016 első negyedévre vonatkozó adatokat vizsgálja, a hatóság elsősorban az adóbevallások alapján veszi górcső alá az adózókat. Összesen 20 gyanúsítottat fogtak el a rendőrök embercsempészet miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy frissen lezárt nyomozás adatai szerint. A bűnszervezet 2014 nyarától a jobb élet reményében Európa felé igyekvő, többnyire afgán és szír menekültek ukrán-magyar határon történő átjuttatását segítette. Egyre többen kötik be magukat, a közlekedők több mint 75%-a használ biztonsági övet, derül ki egy felmérésből. Ez azonban még mindig elmarad az uniós átlagtól, ráadásul a hátsó üléseken utazók alig fele köti be magát. Ezt is ellenőrzik most a rendőrök, ugyanis újra országos Tiszpol akció van mától március 18-áig. A Kölcsei Televízió íradóját látták március 16-án, szerdán. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, addig is tudósításainkat megtalálják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, északkelet felől egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk. Éjjel többnyire derült lesz az ég, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos idő várható, kevés fátyolfelhővel csapadék nem lesz. Az északias, majd nyugatira forduló szél mérsékelt marad, délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Pinteken még fátyolfelhős idő várható több órás napsütéssel, csapadék nélkül. A hétvégén egy hideg front súrolja térségünket, emiatt változékony időre kell számítani. Napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást, és szorványosan kisebb zápor, a hegyekben esetleg hózápor is előfordulhat. A jövő héten is folytatódik az enyhe, tavaszi idő, de éjszakánként még gyenge fagy is előfordulhat.